Sziasztok, köszöntelek benneteket! Újabb két szuper évelőt szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Ezek nem az extrém szárazságtűrő sorozatba tartoznak, de azért nagyon jól lehet alkalmazni őket kertekben, pláne ha megfogadjátok, amit kb. Minden videómban mondok, hogy sok-sok komposztot tegyetek a talajba, lehet egy kis szerves trágyát is, és vastagon mulcsozni, és akkor nagyon sok növény sokkal jobban bírja a szárazságot. Úgyhogy ez a két következő növény, már is mutatom, hogy micsodák, és ajánlom ültetni őket, remélem, hogy ismeritek is, és ha van a kertetekben, szívesen látom a fotókat róla, hogy mások is tanuljanak belőle, és esetleg úgy tessék, ha tetszik nekik. Most egy talán kevésbé ismert évelőt szeretnék bemutatni nektek, ez az Eupatorium, vagy sétkender, az Eupatorium purpurea. Ez ilyenkor augusztus közepétől nyílik jó hosszan, kicsit hőmérséklet függő, tavaly kicsit később kezdett virágozni, most ebben a nagy melegben sokkal hamarabb elkezdett virágozni. Ő nem tartozik a nagyon szárazságtűrő évelők közé, tehát azért nem is szerepelt az előző listában, azért ő a tápanyagdús, talajt szereti, és a heti egy alapos öntözés nélkülözhetetlen, ahol nagy szárazság van, vagy nincs múlcsozva, komposztálva a terület, ahogy mindig ajánlom, ott akár 2-3 naponta bőséges öntözést is igényelhet. De aki ezt megadja neki, ilyen csodát kaphat így augusztus közepe tájékán, augusztus eleje és közepe tájékán. A sima vadfajjal biztosan sokan találkoztatok már, mindjárt azt is megmutatom, már azt is beengedtem a kertembe, hiszen az is nagyon szép, viszont az virágzás után még magérlelés előtt leszoktam vágni, mert az nagyon szapora, mindenhol kikelnek a kis magoncai, ez a dísz fajtája inkább csak taraszkolva terjed. Ez most itt 3 éves, és látszik, hogy az elsőben csak, tehát akkor még nem látszok, de elsőben csak egy virágszára volt, aztán 3-5, és így kicsit taraszkolva terjed, de nem agresszíven, és elég késő hajt ki, tehát nem kell megijedni, hogyha még május elején nem nagyon látszik az ágyásban, elég meleg igényes, tehát amikor megint az igazi meleg jó idő, akkor hajt ki majd, és akkor virágzik szépen. A vad fajtája így néz ki. Egyébként az is szép, imádják a rovarok. Kicsit halványabb, ilyen pasztelos lilás rózsaszín a virágzata. Nagyon bírja a meleget, de azért ő is a tápanyagban dúsabb, kicsit nedvesebb részeken szeret, tehát ne a száraz homoktalajra ültessétek, de akinek agyagtalaja van, az bátran ültetheti, keresheti. Következő évelő, ami kihagyhatatlan ahhoz, hogy egész évben virágzó kertetek legyen, és rovarbarát legyen, ez a fizosztégia vagy füzérajak. Van fehér vagy rózsaszín színben, ezt a rózsaszínt jobban szeretem, de persze van fehér is nekem is, a kert végébe ültetve. Talán látszik itt a videón is, hogy mennyi-mennyi kis rovar látogatja, kis darazsak, dongók, poszméhek, úgyhogy itt döngenek százával. Kicsit taraszkolva terjed, jó magas, ezzel is lehet a Chelsea csopot csinálni, tehát a májusi visszavágást, akkor kicsit tömzsébb marad, kicsit később virágzik. Sőt, ezzel is érdemes azt megtenni, hogyha elnyílik a fővirága, akkor így lecsippantani, és itt hónalhajtásokból hoz új hajtásokat, és újra virágzik. Tehát ha elnyílik a fővirágzat, mert itt még ugye hosszan virágzik, akkor le kell csippantani, és szépen elágazik, és újra virágzik. Teljesen télálló, nem annyira vízkedvelő, mint az Eupatorium. Ilyen tápanyag dúsabb talajban, tehát hogyha azt megcsináltok, amiket mindig mondok, hogy komposzt, kis marhatrágya és vastagon mulcsozva, akkor heti egy vagy max 2 öntözéssel gyönyörűen virágozni fog hosszan. Ugye augusztus elejétől jócskán úgy szeptember végéig díszíti az ágyásokat, úgyhogy fizosztégia, füzér, ajak. És ezen két évelő is, hasonlóan a látszerű évelőkhöz, egyszeri tavaszi visszametszést igényel, tehát tavasztal a föld színéig vissza kell metszeni, és utána évközben nem kell vele csinálni semmit, illetve hát amit mutattam, esetleg az elvirágzott részt visszavágni a fizosztégiánál, és akkor újra virágzik. De más teendő nyáron és ősz folyamán nincs vele, esetleg tőosztással lehet szaporítani, különösen a fizosztégiát, tehát elég jól terjedget, tavasszal ki lehet ásni egy kis részét, tőosztani,
ketté osztani földdel együtt, és hogy szétültetni, és szépen már az adott évben gyönyörűen virágozni fog, és így ingyen lett még egy növényetek. Az eupatórium és a fizasztégiát is lehet zöld zugvánnyal is szaporítani, tehát levágni körülbelül egy ilyen 15-20 centis kis ágat belőle, leszedni a leveleket, virágot róla, és felét a földbe dugni, felét a föld fölé, nedvesen tartani, és egy pár hét alatt szépen legyökeresedik. Úgyhogy de a fizasztégia például magról is nagyon jól szaporodik, úgyhogy ezekkel a kis szaporítási módszerekkel ingyen lehet sokszorozni ezeket a kis növényeket.